A helyzet az az, hogy most már, nem is tudom, 3 hete zajlik ez, vagy 4 hete zajlik ez a, nem is tudom pontosan micsoda, jogilag nem történt semmi. Hát amivel Magyar Péter fenyegetőzik folyamatosan, hogy neki micsoda ütőkártyák, meg aduászok vannak a kezébe, jogi értelemben ebből semmi nem látszik. Egyszer kitódult ez a tömeg, 20-50 ezer ember az Andrássy útra, csodavárásra, hogy ugye ezt már meg is énekelték többen a bal oldalon, hogy csak ócskalakok vannak, nincs igazi vezérképviselője a bal oldalnak, egy van, az egy bolond, a Gyurcsány, tehát igazából olyan figura, aki valaki lenne, olyan nincsen. Azt hitték, hogy majd ez az lesz. Oda szaladtak, meghallgattak, másodszor már nem mennek oda 50 ezerre, jó, ha 50-en oda fognak menni, ennyi. Én megértem az összes DK-rajongót, meg Gyurcsány-rajongót, meg mindenkit megértek. Mindenkit megértek, aki elégedetlen a kormánnyal, a rendszerrel, blablabla. Bla. De azt nem tudom megérteni, hogy egy ilyen embert miért követnek, aki elárulja a saját feleségét, a saját gyerekeit, a saját barátját, azt nem fogja elárulni a követőit, nem fogja elárulni Magyarországot. Annyit tennék még hozzá, hogy az árulót azt sehol nem kedvelik, sehol nem szeretik. Az árulást néha, de az árulót nem.